Köszöntök mindenkit, Fehérvári Beszélgetések. A mai napon egy olyan vendég érkezett hozzánk ide a Fehérvári Beszélgetésekbe, akit szerintem senkinek nem kell nagyon bemutatni, hiszen mondhatjuk azt, hogy talán-talán napi szinten látjuk őt különböző tévécsatornákon nyilatkozni. Nem politikusról van szó, és nem egy valóságshow sztárjáról, hanem jelesül, és gondolom ilyen jelzőket aggattak rá már párszor, Lutra album magyar hangja, de hogy nevén nevezzük a történetet, vendégünk a mai Fehérvári Beszélgetésekben az állatkert szóvivője Hanga Zoltán. Szia, köszöntelek téged! Szervus, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek a szép városban. Mi is köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, tudjuk, hogy rengeteg munkád van, rengeteg feladatod van. Először is belevágván a közepébe, utána pedig valami kronológiát felállítunk. Mindig is érdekelt, ugye, tehát azért állatok közelébe vagy, valamikor szó szerint, valamikor nyilván, szerencsésebb esetben egy ketrec elválaszt tőlük. Volt már olyan egy állattal, mondjuk így afférod volt? Tehát valami inzultus ért egy állat kapcsán? Különösebb olyan baleset vagy efféle nem volt, pedig olyan értelemben is lehetett volna, hogy én nem voltam mindig állatkerti szóvivő, előtt én állatkerti állatgondozóként dolgoztam, tehát én ilyen előzmények után lettem állatkerti szóvivő. Ugye ma már szóvivőként én azért inkább emberekkel dolgozom, mint állatokkal, ugye a dolog természetéből adódóan, de előfordulnak olyan típusú kérések, hogy na, akkor vigyünk már valahova valamilyen állatot. El kell mondjam, hogy azért az állatkerti állatoknak a legnagyobb része erre nem alkalmas. Van egy részük, ami alkalmas, de ott is vagy az van, hogy ragaszkodnak a saját gondozójukhoz, és akkor a gondozó is jön velem, és ő hozza az állatot. És van néhány olyan állat, mondjuk teszem azt, egy óriás kígyó, ahol meg az a helyzet, hogy ott nem muszáj feltétlenül a saját gondozójának jönnie vele, csak valakinek, aki ért hozzá, vagy tudja azt, hogy mi a teendő egy óriás kígyóval, és akkor már vihetem én is, mert hogy az állatgondozói múltamból adódóan én ezzel a feladattal meg tudok birkózni. Hát tehát ne agyisten, van valami, egy óriás kígyó nem akarja azt csinálni, amit mondjuk, hogy szeretnél, akkor tehát arra vannak különböző gondolom módozatok, hogy és milyen úton módon lehet őt lereagálni, vagy bármi más. Persze, ennek az a lényege, hogyha szeretnénk, hogy valamit csináljon, akkor valahogy azt kell elérni nála, hogy ő is ugyanazt szeretné, mint mi. Tehát, hogy ez a legjobb típusú együttműködés. Igen. Rémisztő egyébként, egyszer volt egy ilyen sztorim nekem is, a Vörösmarty Rádiónak van egy nagyon-nagyon szép látvány stúdió, és kint voltunk egy rendezvényen, és arra járkált egy srác, ilyen elképesztő, hatalmas, nagy, nem tudom hány méteres óriás kígyó, az ott volt a nyakában. Igen, az elég nehéz már ebben a méretben, tehát súlyra is igen, nehéz tartani. Igen, ugye meg tudom, hogy ezek ugye nem méreg, ezek szorításukkal győzik meg az áldozatot, ugye, hogy aztán, hogy be tudják kebelezni, és a lényeg az, hogy valamelyik kollégám beívta ezt az ember, így kígyóstól a stúdióba, és meg akartak engem győzni, hogy vegyem ezt a nyakamba, és csináljunk úgy egy fotót, nem nagyon sikerült, megmondom őszintén, lehet, hogy nem lett volna baj, de annyi sztorit lehet hallani, főleg ezeken a különböző, mondjuk így ismeret terjesztő csatornákon, hogy nyilván egy laikus megijedettől a dologtól. Hát vannak olyan állatok, amikre Schmidt Egon bácsi kiváló Kossuth Díjas író azt mondta, hogy ők a nem szeretem állatok. Ugye ez egy Schmidt Egon egy létező jelenséget próbált megnevezni, mert ugye az emberek többsége azért azt elmondható róla, hogy ő szereti az állatokat, de ez főleg a cuki állatokra vonatkozik. Igen. Tehát legyünk őszinték, aki azt mondja, hogy szereti az állatokat, arra azért kiszokott derülni, hogy jó, de ez mondjuk a pókokra nem feltétlenül igen, vonatkozik. Ez a kutyamacska, vagy papucs állatka. És amelyekre nem szokott vonatkozni, na ezek lennének a nem szeretem állatok, és például az óriás kígyók azok elég gyakran tartoznak ebbe a körbe, de ezek azért inkább előítéletek. Tehát, hogy van egy olyan, hogy jaj, nem mer nyálkás, undorító a bőre. Most ugye nem az, ez talán akkor kiderül a számodra is, és az állatkertben szoktunk is ilyen bemutatókat tartani, aminek éppen az a cél, hogy a nem szeretem állatokat kicsit közelebb hozzuk az emberekhez, hogy ezeket a tulajdonképpen indokolatlan előítéleteket eloszlassuk. Mert az igaz ugyan, hogy mondjuk mérges kígyót ne fogdossunk puszta kézzel. Ez munkavédelmi szempontból is elvégre van. Igen. Ez nem arra való. Igen. De egy óriás kígyóval akár még ezt is meg lehet tenni. Az persze igaz, hogy az ilyen kézbevételre, úgy mondjuk, hogy kontaktóriás kígyónak alkalmas kígyó, azért egyrészt nem baj, hogyha ez szokja, tehát általában lépésről lépésre szoktatjuk hozzá az, hogy mondjuk emberekhez kivisszük, megfogják, megsimogatják, nyakába teszik valakinek. A másik dolog meg, hogy azért a méret sem mindegy, egyrészt a súly miatt, másrészt azért, mert az óriás kígyó nem feltétlenül akar rosszat, sőt többnyire nem akar rosszat, és ahhoz még adott esetben nem is elég nagy, egy egész ember nem tud megenni. Tehát jó, tudom, vannak ilyen elmebeteg filmek, hogy ott az anakonda, hogy eszi meg. Ez a zsékategóriás. De szóval azért ez nem nagyon működik. Tehát. Viszont ahhoz már elég erős lehet, hogy mondjuk teszem azt, rajta van, nem tudom, az ember nyakába, és ő úgy ott kapaszkodik, és az embernek meg már kényelmetlen, mert neki meg ott kéne levegőt venni valahogy. És hát ugye ilyenkor az van, hogy tehát nem akar a kígyó rosszat, tehát nem akar azzal a céllal megfojtani, hogy majd megesz,
mert úgyse tudna lenyelni, de azért ahhoz elég erős, hogy levegőt már ne nagyon kapjak. De ő nem folytás céljából teszi ezt ebben az esetben, hanem csak azért, mert ő kapaszkodik, csak hát azt ő nem tudja, hogy ez minket a lélegzésben is zavar. És akkor hát mondjuk egy 2 méteres óriás kígyónál az embernek, aki ezt viszi magával, van elég ereje arra, hogy egy kicsit így lefeszegesse magára, hogy kapjon már levegőt. De mondjuk már egy 4 méteres, vagy ennél nagyobb állatnál, mert nem biztos, hogy egy ember ereje erre elég. Úgyhogy az állatkerti szakmában ezt mesélik is, bár ez nem nálunk Budapesten esett meg, hanem egy angliai állatkertben. De hát ott az történt, hogy ott kereket oldott egy óriás kígyó, és hát a gondozó nyilván nyakon csípte, hogy ne menjen már el. Fölnyalábolta, hogy majd viszi vissza helyére. De hát abban a szituációba került, hogy azért a kígyót ugyan elbírta, de a kígyó meg erősebb volt nála, tehát hogy így össze volt kötözve, és hát nem tudta a kezét mozgatni, hogy nem tudom, mondjuk így is jön egy ajtót, hogy visszavigye a helyére ez a kígyót. Akkor kellett keresni egy másik gondozót, és ez már este volt, ilyen az árulat tájba, és akkor ahhoz el kellett menni az állatkert egyik végébe, akkor elment oda, akkor az a másik gondozó is belekerült így a szorításba, de még ketten sem voltak elég erősek, és végül kellett egy harmadik ember, és akkor hárman már elég erősek voltak ahhoz, hogy ezen a laokon csoport jellegű szituáción tudjanak valahogy lazítani, igen, és aztán így ott visszavinni a helyére. Ilyen sztori nekünk a budapesti állatkertben még nem volt, de azért olyan már volt, hogy sok-sok évvel ezelőtt, tehát ez még a rendszerváltoztatás előtt volt, az egyik nagy kockás pitonunk az kereket oldott a pálmaházból, és hát aztán tulajdonképpen nem is ment ki a pálmaházba, csak először nem találtuk, aztán egy ilyen szellőző csőbe volt benne, és akkor onnan kellett kiszedni, de hát azért ahhoz, tehát hogy ő meg akart befele mászni, mi meg hoztuk vissza, és akkor 10 ember kellett hozzá, hogy azzal boldoguljunk, de hát az egy, hát ha jól emlékszem, 6 méter körül, az már egy ilyen elég komoly méretű. Akkoriban az volt a legnagyobb óriás kígyók, most 2 anakondánk van, akik a legnagyobb óriás kígyók, de az óriás kígyó, akit viszont szoktunk hozni, tehát kihozni a közönséghez, ilyen kontakt óriás kígyó, ez egy tigris piton, azok jobb természetűek szoktak lenni, mint mondjuk teszem azt egy anakonda, vagy akár egy ciklapiton, vagy bármilyenféle. És az olyan 2 méter hosszú, tehát az teljesen kezelhető a méretét, meg az erejét tekintve. Említetted beszélgetés legelején, hogy nem voltál mindig szóvivő, voltál gondozó. Pont ezen a kérdésem, hogy kerültél te az állatkertbe, az állatok közelébe? Hogy volt egy álláshirdetés, hogy átgondozókat keresünk, szereted az állatokat, jelentkeztél? Nem, ez még ennél is korábbi szakasza volt ennek, mert az történt, hogy engem nagyon érdekeltek az állatok és az állatkert is. Tehát nem csak az, hogy na, akkor az állat maga érdekel, hanem az, hogy ezekről a távoli tájakon honos állatokról hogyan lehet gondoskodni? Mondjuk egy állatkerti körülmények között. Szóval ez engem nagyon érdekelt, és nekem aztán bérletem volt a budapesti állatkertben, hát ez még így a 80-as évek vége volt, és én oda kijártam minden hétvégén, meg a nyári szabadidőmet ott töltöttem, és hát azok az állatgondozók, akik akkoriban ott dolgoztak, azt látták, hogy na, hát itt van egy kis rác, aki itt rendszeresen feltűnik, mindig érdeklődik, meg úgy figyelgeti az állatokat, meg minden, és akkor hát már úgy kezdtek meginvitálni, már a kulisszák mögé, már akkor besegítettem az állatgondozók munkájába. Úgyhogy ma ezt önkéntes munkának mondanák, akkoriban ezt társadalmi munkának nevezték, és hát én így elkezdtem dolgozni az állatgondozók mellett. És aztán amikor már az iskolai tanulmányaimba odáig jutottam, akkor az volt, hogy na jó, hát akkor én eljönnék ide főállásba dolgozni állatgondozónak. És akkor hát bementem a főigazgatóhoz, és mondtam, hogy hát én itt szeretnék dolgozni, és gondoltam, hogy majd ottan nekem elő kell adnom azt, hogy hát akkor miért lenne jó az állatkertnek engem alkalmazni, de hát mondtam a főigazgatóra, hogy hát ismerjük magát, mint ilyen társadalmi munkában ott dolgozó egyént, és akkor aztán ez így meg lett oldva, úgyhogy én állatgondozóként kezdtem a főállású pályafutásomat is, és aztán lett belőlem szóvivő, azért, mert eljött az idő, és ez ilyen országos jelenség volt, mert ugye, ha visszaemlékszünk, mi a 80-as években, akkor így szóvivők nem nagyon volt kormányzó, hogy Bányász Rezső bácsira még emlékszem. Igen. És aztán egyre inkább eljött az idő, mondjuk ez így talán így a 2000-es évek elején, hogy egyre több helyen azt lehetett tapasztalni, hogy na van szóvivő. Hát egyrészt azért, mert egyre több lett a médium is, akiken keresztül a nyilvánosság rendelkezésére volt érdemes állni. Másrészt pedig egyre inkább arról volt szó, hogy hát azért ezt valahogy professzionális módon kéne csinálni, olyan embernek, aki egyrészt tudja a kérdésekre a választ, szakszerűen, de közérthetően, és el is tudja mondani, mert egy dolog, hogyha tudom a kérdésre a választ, de sok ember, aki tudná a választ, pszichésen nehezen dolgozza fel azt a helyzetet, hogy igen, de ezt most már sokan fogják nézni vagy hallgatni, tehát ezt is valahogy tudni kell kezelni. És
Tehát ez a fajta igény, hogy legyenek szóvivők, ez nagyjából egy időben jelentkezett sok helyen, és hát nyilván jelentkezett nálunk is. És akkor kiderült, hogy ez nekem fog működni, és ugye ebben nagy segítséget jelentett az, hogy állatkerti állatgondozói háttértapasztalatom is volt, úgyhogy tulajdonképpen így kezdődött ez a dolog, és volt egy olyan időszak 1999 és 2004 között, amikor többen is foglalkoztunk ilyen kommunikációval, médiumokkal, sajtóval az állatkert részéről, de én voltam az egyik, és aztán 2004-ben alakítottuk ki azt a fajta szóvivői rendszert, amit a televízió nézők is már ismerhetnek a mi állatkertünktől, és azóta is én töltöm be ezt a munkakört az állatkertben. Nagyon jó, hogy mondtad ezt egyébként, hiszen tényleg nem mindegy, hogy milyen a szóvivő. Ahogy én szoktam nézni a nyilatkozataidat, én azt gondolom, hogy az emberek azt érzik, amit én, hogy nagyon közérthetően elmondod, kalandosan mondod el a történetet, nem kiszínezve, tehát úgy, hogy mindenkinek átjön, mindenki megérti. Ráadásul ugye az ember személyisége sem mindegy, azt gondolom, te egy olyan személyiség vagy, ami az emberek nagy részének tényleg ez a szimpatikus és teljesen elfogadott fiatal ember, amikor ugye Hanga Zoltán nyilatkozik, úgyhogy szerintem is ez egy szerencsés választás volt mindenképpen az állatkert részéről. Nem tudom, mindig kell kérdezni ilyet tőled, hogy van-e kedvenc állatod? Rengeteg állatom van, úgy kedvenced, ami ugye a szívedhez nőtt? Ha biztos diplomatikusnak kéne lenni, hogy mindegyik egyformán, de hát az meg nem nagyon lenne életszerű meg emberi, tehát vannak kedvenceim. Egy részről az erszényes állatok, mondjuk például kenguruként velük sokat dolgoztam is annak idején, sőt, mi több, még én diplomadolgozatot is írtam a kenguruk állatkerti tartásából, tehát tudományos szinten is foglalkoztam a kérdéssel. Vagy például olyan állatok, amelyek pont ebben a nem szeretem állatok kategóriába tartoznak, nem is csak óriás kígyóra gondolok, hanem mondjuk például ilyen dögevő állatokra, hogy hiéna, meg késői, mert ők valahogy inkább negatív érzelmeket váltanak ki az emberekből, pedig nagyon mókás jószágok, és a természet háztartásában is nagyon fontos a szerepük, úgyhogy például őket is nagyon kedvelem. Mondtad, hogy ugye tudományosan is foglalkoztál ezzel. Másik, ami mindig érdekelt engem, azon kívül, hogy voltam affírod valami állattal, hogy neked mi lehet a szakmád, a polgári végzettséged? Hát nekem három is van, de az okleveles agrármérnöki, meg az állattenyésztő üzemmérnöki azért valahogy összefügg, és akkor van egy harmadik, az pedig a kulturális menedzser, aminek ugye úgy van közel a dologhoz, hogy azért az állatkert mégiscsak egy közművelődési intézmény, és amiről beszélünk tehát amiről mondjuk egy állatkerti szóvivő beszél, az persze főleg állatok, meg mondjuk növények, hiszen állat és növénykert is vagyunk, de közben azért más dolgok is, tehát fejlesztések, és azzal kapcsolatban annak aztán vannak műszaki vonatkozásai, vannak közgazdasági vonatkozásai, tehát azért ezek ebben is olyan mértékben otthon kell lenni, hogy a nyilvánosságot érdemben tudjuk erről tájékoztatni. Ugye én is médiában dolgozom, tudom, hogy itt a munkaidő az egy nagyon tág fogalom, és nem is beszélünk nagyon munkaidőről, mert amikor munka van, akkor munka van. Hogy néz ki egy napod, egy átlagos napot? Hogy kell ezt ugye hivatalosan hétfőtől péntekig reggel 8-tól 16:30-ig tart a munkaidő. De ez nem így van, gondolom. A gyakorlatban ez ugye nyilván nem így van. Egyrészt azért, mert az állatkert életében is vannak különböző olyan események, amelyek nem ezen időkeretek közé tartoznak, hétvégén is ugye. Másrészt ugye a rendelkezésre állás szempontjából sem mindegy. Tehát van olyan például, hogy mondjuk egy ilyen esti élő rádiós beszélgetés néha, hát az 10 órakor kezdődik. Hát most akkor ugye arra nem az a válasz, hogy olyat nem csinálunk, mert az kívül van a munkaidőn, hanem megtaláljuk a megfelelő módszert. Vagy például van olyan, hogy na hát akkor az állatkertbe helyszínen készült valami leforgatott anyag, amit aztán később majd a stúdióban meg fognak vágni, de erre csak valamikor késő este kerül sor, mert akkor van idő a stúdióban, a vágószobában, hogy ezt meg lehessen csinálni, és pont akkor kéne valamilyen információ, hogy hát voltunk innen nálatok forgatni, és akkor hogy is volt ez, mert akkor a most készülő anyagba ezt is valahogy még bele kell tenni, úgy hang alámondással vagy valahogy, és ez az információ sürgősen kéne, és hát akkor az állatkert szóvivőjét ilyenkor el kell tudni érni telefonon, még akkor is, hogyha ez este 10 órakor van, tehát ezért mondom, hogy azért elég folyamatos a készenlét, vagy mert bármikor történhet esemény, hogy nem tudom, most ellik a zsiráf, és akkor hát jó, hát hiába van már nem egészen emberi idő, de hát az neki most kell. Igen, és vagy például akár a mostani beszélgetésünk is szóba kerülhet, mert
mert egy normális és formális munkanapomon én valójában nem tudom azt megcsinálni, hogy eljövök az állatkertből ide Fehérvárra, és itt beszélgetünk. Vagy. Tehát én most szabadságon vagyok, én most a szabad időmet azzal töltöm, hogy eljöttem ide a ti nagyon szép városotokba, és itt akkor sok minden ilyen, ha úgy tetszik, magánügyet is. Mondtam már rádióban is. És akkor egy füst alatt, most akkor volt egy rádiós beszélgetés, meg most itt beszélgetünk, úgyhogy én most kikapcsolódom. Igen. Ami érdekelne, azt nem sokat tudnak szerintem a tévénézők arról, hogy neked milyen a magánéleted. Nyilván nem akarok lemenni most a különböző bulvárlapok, meg a különböző gusztustalan bulvárműsorok szintjére, hogy mi az, amit lehet tudni rólad, magánéletedről, családodról? Van egy mennyasszonyom, és most ilyen összeköltözés, és majd egyszer csak gyerek és ilyesminek az előkészületein tevékenykedünk, úgyhogy nagyjából ezt lehet tudni. Ő is szakmabéli nagyjából egyébként? Tehát szóvivő vagy állatkerti dolgozó? Egyik sem, de természettudományos végzettsége van, és orvosi kutatások terén dolgozik, tehát valamennyire... Akkor megvan a téma otthon mindig, abszolút, gondolom. Abszolút, de hát egyébként azért elég sok állatos tapasztalata is van, úgyhogy azért van bőven közös téma. Hát még talán ez is valamilyen ilyen magánéleti, hogy és amikor az ember nem dolgozik, akkor mit csinál? Igen. Azon kívül, hogy ájultan alszik. Mert ugye nincs nagyon sok, tehát hogy az ember vagy dolgozik, vagy alszik, és ezen kívül már csak nagyon minimális, ami ettől eltérő dolog. Azért van, mert hogy ugye ez azért pszichésen is egy kemény munka, egy szóbívőnek a munkája, és akkor időnként valahogy ki kell kapcsolni, és ez például úgy történik, hogy elmegyünk a Felső-Tiszára evezni. Tehát fizikailag. Ez egyébként szellemileg és fizikailag is, tehát akkor az egy hét, az kivételesen, akkor én nem is nagyon vagyok elérhető, csak mindig este nézem, mert napközben a vízhadlahordóban van a mobiltelefon, és este megnézem, hogy történt-e valami, mert akkor az állatkerti kollégák is azon megbeszélik, hogy ha valami van, akkor SMS-ben megírják, és akkor este látom, és de akkor mondjuk nem friss a reagálás, de hát ez egy hét egy évből, és akkor ugye kicsit jól esik a fizikailag is a terhelés, meg és a Felső-Tisza az nagyon alkalmas erre, és közben nagyon sok természeti szépséget is lehet látni, úgyhogy, úgyhogy tehát például ilyen típusú kikapcsolódás, vagy most idén áprilisban például arra volt alkalmunk, hogy egy hosszú hetet töltsünk Skóciába, ilyen felföldi kirándulással hajóztunk a Loch Nessen, és ehhez hasonló dolgok, tehát azért időnként jót erre is idő, de hát ez egyrészt kevés szabad idővel jár ez a munka, másrészt pedig nehezen tervezhető szabad idővel. Tehát ez egyébként ugye nagyon érdekes, mert az állatkerti szakmára is általában jellemző, tehát egy állatgondozó is. Oké, hogy mondjuk van estére mozijegye, de hogyha most kezd el lenni az állat és olyan típusú, akkor hiába van mozijegy. A szóvivőké úgy általában is ilyen, független attól, hogy milyen területen dolgoznak, gondolom, hogy csak Györfi Palira az országos mentőszolgálattól. Ugye nekem általában az évem az január 2-án kezdődik. Január 1-én még nem szoktam telefonhívást kapni, de 2-án már szinte minden esetben, 2-án reggel már valahonnan hívnak szerkesztőségből. Igen. De Palinak már január 1-én is kezdődik, hogy hány petárdás baleset volt, meg ilyesmi. Úgyhogy, tehát, hogy a szóvívő szakmára is ez a jellemző. Az állatkerti szakmára is, és hogy az állatkerti szóvívő meg ennek a meccés pontjában található. Úgyhogy nehezen tervezhető ez időnként. Egyébként jobban vagytok Györfi Pállal? Tehát... Jobban, igen. A szóvívőknek egyébként van egy szakmai szervezet, ami részben szakmai szervezet, részben azért nyilván ez egy baráti társaság is. Ez a Magyarországi Szóvívők Országos Egyesület, amit egyébként Orodán Sándor alapított, ő ugye a határőrségnek és aztán ugye a belügyminisztériumnak volt nagyon sokáig szóvívője, tehát ő hozta, egy hívta életre ezt a csapatot, és hát akkor vannak szakmai programjaink, vannak társasági programjaink, úgyhogy ennek a szervezetnek egyébként az alelnöke is a Györfi Pali, úgyhogy már csak így is szoktunk találkozni. Utcán egyébként meg szoktak ismerni, elég sokat vagy a tévében, műsorokban, bejátszókban, meg szoktak ismerni az emberek? Előfordul, azért nem egy általános élmény, de gyakori élmény.
de ennek is különböző típusai vannak, tehát van, hogy azt lehet látni. Valahol nem annyira én szoktam ezt észrevenni, hanem a párom, és akkor mindig mondja, hogy akkor... Vagy valahogy nem, talán nem figyelek annyira, de akkor a párom mindig szokott szólni, hogy na, lebuktam. És de hogy sokszor azt tapasztalni, hogy nagyon néznek, hogy valahonnan ismerős, de akkor esetleg nem tudják hova tenni. Aztán van, hogy igen, akkor van, hogy akkor meg is szólítanak, van, hogy azzal, hogy jártak az állatkertbe, és nagyon tetszett, és hát mindenféle jókat kívánnak nekünk, és rajtam keresztül a kollégáknak. Van olyan is, hogy megkérdezik, hogy nem tudok-e ingyenjegyet adni, tehát hogy ilyen típusú felvetések is vannak. És van egy nagyon kedves történet, és ez azért is jó, hogy az embernek nem szabad, hogy ez a dolog a fejébe szálljon, mert nem tesz jó, de hogy volt olyan eset is, a baráti társasággal voltunk Esztergomban, az ottani Vármúzeumban, és a jegypénztáros hölgy nagyon néz, és azt mondja, hogy na, maga valahonnan nekem nagyon ismerős, lehetett mindenki arra gondolt, hogy na, hát majd mindjárt jön a varázsszöveg az állatkertre, és azt mondta a hölgy, hogy maga szokta itt a számítógépeket javítani, nem? Na, úgyhogy nem kell igen. Azért nagyon nagy a fejünkbe szálljon a dolog. Igen, ugye nagyon jól érzed magad tényleg láthatólag az állatkertben, nagyon szereted a munkádat, sőt nem is a munkád, inkább a hivatásodat nevezzük így. Gondolom, van rengeteg célod, van rengeteg terved, említetted, hogy mennyasszony, tehát nyilván házasság lesz előbb-utóbb, nyilván gyerekek, gondolom, vagy gyerek. Mi az, amit a jövőben szeretnél, nagy-nagy terveid vannak, és meg szeretnéd valósítani, akár magánélet, akár pedig így a munkában? Igazából nekem nincsenek ilyen világra szóló terveim, hogy nem tudom, kacsalábon forgó palota, és nem tudom, és sok embernek vannak ilyenek, tehát hogy csak egy normális életet szeretne élni az ember, meg majd családot, meg efélék, tehát igazából ilyen jellegű dolgok vannak, és hát remélem, hogy sokáig a munkámmal az állatkertet, meg azokat az ügyeket, amiért az állatkert van, tudom segíteni, úgyhogy az mindenki megelégedésére szolgál, úgyhogy ilyen típusú, ha úgy tetszik, teljesen unalmas hétköznapi terveim vannak. Eszembe jutott egy film, amikor a motori kisgyerekként bejárkált az állatkertbe, hogy Kemény Kalap és Krumpli Orban, amikor ugye Kovács Krisztián, Berkes Gáborék bementek és oroszlán hangot akartak mindenképpen felvenni. Tehát te meg azt akkor úgymond élesben csináltad, tehát nem azért mentél be, mert tényleg komolyan gondoltad és segíteni akartál az állatokon. Persze. Meg ugye érdekelt, hogy ott mi történik, tehát hogy ugye egy normál állatkerti látogatásnál ezt egyébként szoktuk is mérni, hogy ki mennyit tölt egy-egy adott állat szemlélésével egy-egy adott állat kifutója. Igen, de ez hogy hát, lehet? Hogy felfigyelitek a bokorból? Hát például azt is lehet, mert ugye van egy ilyen szakma, hogy állatkertészet, és az nem csak azzal szól, hogy na akkor milyen takarmánya lenne hatékony eltetni, mondjuk teszem azt a zsiráfokat, mert ez is egy kutatási téma lehet, hanem egyébként a közön, tehát van ilyen, hogy látogatói tanulmányok, aminek az a cél, hogy hát a közösséget is minél jobban tudjuk szolgálni, vagy minél hatékonyabban tudjunk elmesélni nekik fontos természetvédelmi mondani valókat. Tehát van ilyen is, és tehát van arról is információnk, hogy mondjuk különböző állatoknak a népszerűsége, az irántuk való érdeklődés is kimutatható azáltal, hogy ott mennyi időt tölt a látogató kifutónál, vagy a kifutók berendezését is ez befolyásolja, mert az állatkertekben az elmúlt évtizedekben lezajlott egy olyan folyamat, és ez az összes hazai állatkertekre, meg nemzetközi szinten is jellemző, hogy ugye azért régebben hát eléggé szűkös, ilyen vasrácsos ketrecek voltak, tehát mondjuk 2-3 méteren valamilyen nagy macska. Ugye ma már szerencsére tágas kifutók vannak, ennek viszont az a következménye is megvan, hogy akkor régen, amikor oda ment a látogató, akkor egyből ott volt a tigris, nem nagyon kellett keresni. Most meg egy ilyen nagyobb füves kifutó, aminek ráadásul nem is lehet minden pontról az összes pontját belátni, hát ott akkor keresni kell. És aki arra szocializálódott, hogy 2 másodpercet megvan az állat, és nem találja meg 2 másodpercet, akkor lehet, hogy nem az lesz, hogy tovább fogja keresni még 6 másodpercig, és akkor már megtalálna, hanem azt mondja, hogy jaj, itt nincs semmi. És akkor az állatkertet végigjárva többször is ez megtörténik, és aztán a végeredménye az lesz az érzete, hogy ja, hát alig volt állat. És ezzel pedig ott volt egyébként, csak kicsit több időt kellett volna rá szánni. És akkor ez is egy szakmai kihívás, mivel kezdeni kell valamit, hogy hát akkor ezt hogyan oldjuk meg, hogy a közönségnek ne legyen ilyen érzete. De ne úgy oldjuk meg, hogy újra kis ketreceket fogunk csinálni. Tehát, hogy például ezért is ezt érdemes kutatni. És ugye ahonnan elindultunk erre a témára, hogy én viszont nem csak annyi időt szántam mondjuk egy állat megfigyelésére, amit általában látogatók szoktak, hanem jóval többet. Tehát, hogy mondjuk
azt mondtam, hogy na engem ma ez az egy adott állat érdekel, és akkor én egész napot voltam, és nyilván ez volt az, ami akkor az állatgondozóknak föl is tűnt, hogy na hát ez azért nem egy szokványos dolog. Bele nem nyúlunk mellé, az igazgató is akkor már nyilván tudta, hiszen tényleg azt az alázatot, amit mutattál hosszú évek alatt, tehát tudhatta, hogy a téged felvesznek, nagyon jól járnak veled, mert lelkes dolgozó lesz, akinek már van egy csomó információja az ottani állatokról, ugye meg hát gyakorlatban hát remélem, is tudja meg. Hát remélem, felelni ennek az elvárásnak. Biztos vagyok benne. Nagyon nagy élmény volt veled beszélgetni, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, velünk. Hogy itt lehettem. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebb itt a fehérvári beszélgetésekben.